A piros-feketében játszó PMFC a fehérmezes szombathelyi haladás gárdáját fogadta a Merkantil Bank Liga 27. fordulójában szerdán. A két csapat ősszel gól nélküli döntetlent játszott Szombathelyen, a MOL Magyar Kupa 8. döntőjében pedig a Vasiak nyertek a közelmúltban 1-0-ra Pécsett. A szezonban tehát harmadszor feszült egymásnak a két csapat a hétközi találkozón. A mérkőzés első helyzete a pécsiek előtt adódott. A harmadik percben Grabant Bence jobbról középre passzolt, majd Geiger Norbert lőtt 17 méterről a jobb alsó irányába, a szombathelyi kapus azonban megfogta a labdát. Két perccel később Mocsi Attila rántotta le Óvári Zsoltot a büntető területen belül, a játékvezető viszont nem látta szabálytalannak az esetet. A 19. percben ismét a házigazdák veszélyeztettek, ekkor Króner Martin megelőzte védőjét, beadása balról a hosszú felé szállt, ahol Preklet Csaba fejelt, de Simmer Szabolcs a kapu torkából kikanalazta a labdát. A 32. percben Óvári Zsolt szögletét Preklet csúsztatta meg, Króner Martin viszont már nem tudta a kapu felé rúgni a labdát. Ezt követően a szombathelyiek veszélyeztettek. A 35. percben Dragóner Filip szerzett labdát a pécsi 16-oson belül, Helesfai Donát azonban időben visszaért a kapuba, és megfogta a rövid alsó irányába szálló lövést. Rögtön ezután Tóth Milán fejelt három védő között, de a pécsi kapus nagyot nyújtózva bravúrosan tudott hárítani. A 38. percben Németh Milán bólintása szállt el veszélyesen a pécsi kapu mellett. A térfélcserét követően az 51. percben a szünetben pályára lépő Németh Márió elleni szabálytalanság miatt ítélt büntetőt a játékvezető a szombathelyiek javára. Ezt Kis Bence végezte el, bombája azonban a felső lécet találta el. Később ismét Németh Márió próbálkozott egy távoli lövéssel, amit Helesfai hárított. A 71. percben ismét egy saját nevelésű fiatalnak szavazott bizalmat Vas László vezetőedző, Keresztes Barna helyett a 18 éves Szabó Zalán állt be, aki most debütált az MB2-es csapatban. A 78. percben Barta László lőtt csaknem 20 méterről, középre tartó kísérlete nem volt veszélytelen, de a szombathelyi kapus jó helyen állva megfogta a labdát. A hajrában Barta ballal tekerte be a labdát a jobb oldalvonal mellől, amit Bajner Bálint csúsztatott meg fejjel, de a szombathelyi kapus védett. Aztán Szabó fejese szállt mellé, így végül 0-0-ás döntetlennel ért véget a találkozó. Zsinórban tehát 5. bajnoki mérkőzésén maradt veretlen az MB2-es újonc PMFC, és újabb egy ponttal megerősítette a tabellán elfoglalt 4. helyét. Folytatás vasárnap Tatabányán a jó erőkből álló Budaörs vendégeként. 0-0 igazából szerintem egyik csapat számára sem megfelelő eredmény. A mérkőzés képe alapján én ezt egy nyert pontnak tekintem, mert fizikálisan rendben voltunk, ismét nullára lehoztuk a mérkőzést, a szívünk rendben volt, a fejünk is rendben volt, ettől függetlenül a futballban kellenek olyan dolgok, olyan plusz kell hozzátenni, ami mai napon hiányzott, nem tudtuk igazából kivitelezni a gondolatainkat, nem tudtuk egyénileg azokat a dolgokat, amit úgy gondolom, hogy a játékosokban megvan, mint képesség, nem tudtuk kivinni a pályára, és valójában a mérkőzés után nem tudtam elmarasztalni a játékosaimat, mert mindent megtettek, de ez a mai napon csak ennyire volt elég. Hát lassan szokássá válik, hogy a Pécsel ilyen küzdelmes és harcos mérkőzést játszunk. Azt gondolom, a legközelebb a győzelemhez, bár volt már itt egy győzelmünk néhány hete, de legközelebb, legjobban játékban most kerekedtünk talán a Pécs fölé, hiszen bár ők is jól játszottak, de azt gondolom, hogy játékban talán több lehetőségünk volt, nem beszélve arról, hogy büntetőt hibáztunk, ami soha nem egy jó ómen. Ilyen szempontból nem kellene, hogy boldog legyek, de az vagyok, mert azt gondolom, hogy a csapatom megtett mindent, jól játszottunk, és gratulálok, hogy fűtök az egy ponthoz.